Rába Patonai gyerekek a Gönyői Általános Iskolában. A 45 diák két csoportban ismerkedhetett meg az intézmény környezetvédelmi fejlesztéseivel. Továbbiakban is várjuk majd a további településekről a tanulókat. 10 településről, 10 járásbeli településről érkezik, körülbelül 420-450 tanuló, és hát ehhez majd még hozzá kell tenni a mi 230 tanulónkat. A gyerekeknek először az iskola igazgatója tartott rövid előadást, majd a diákok közvetlen közelről is megnézhették a beruházás legfontosabb elemeit. A séta a kazánházban indult, ahol két új energiatakarékos berendezés működik. A csapokra felszerelt eszköznek köszönhetően kevesebb víz fogy, a gyakorló kertet pedig az összegyűjtött esővízzel öntözik. S hogy mindez miért is hasznos, azt már a legfiatalabbak is tudják. Ezzel nem kell annyi energiát használni. És a föld az energiatakarékosabb lesz. Nekem szerintem a gázkazánok tetszettek a legjobban. És miért pont azok? Hát mert sokkal jobbak, mint az újak, és a kevesebb gázkazánnal több energiát állíthatnak elő, mint a régi gázkazánokkal. A program zárásaként a gyerekek számot adhattak frissen megszerzett tudásukról, amit nem csak az iskolájukban, hanem talán otthonaikban is kamatoztathatnak majd.